Végre új AirPods Pro 2. Túl sok idő telt el, Jani. Mióta volt ilyen? Én türelmes voltam. Nem voltam az. Ezt a csomagolást mindig imádom. De nem. Transformers. Ennyi már. Igen. Kezdjük azzal, hogy különböztetitek meg az AirPods Pro Second Generation-t az AirPods 1-től, mivel hogy általában mindig nagyon picivel van ráírva, mint ahogy itt is, ekkorával. Nem tudok akkorát mutatni kesztyűvel. Az első AirPods Pro doboza így néz ki. Ott egymás mellett vannak a fülesek? Igen. Itt pedig egy kicsit eltolva. Vicces, mi? Elméletileg ez is tépőzáras, úgyhogy Mr.-re már nincsen szükségünk. Mutatja egy AirPods Pro Second Generation with MagSafe Charging Case, hogy vajon, mivel ezt tudjuk, hogy a tokban különbözik az előzőtől, vajon itt is lesz olyan, mint az AirPodsoknál, hogy meg lehet majd venni az egyes AirPodshoz, AirPods Prohoz a kettes tokját? Erről lehet, hogy mindenki tud, csak én nem. Annyival jobb, mikor látszik egyből, nem? Aha, ott is van a tojáska. Itt van hozzá ugye ez a kis szütyű, ami a legtöbb Apple terméknél ugyanúgy néz ki, csak az AirPodsoknál egy ilyen topográfiai térkép szokott lenni. Igen, garancia, nem perelhetsz be, megöllek. És az AirPods Pro, ami ugye tartalmaz ennyi leírást, hogy kell párosítani, hogyan kell vezeték nélkül is vezetékkel tölteni, illetve hogy kell rápattintani a fülbigyuszt. Illetve van némi utalás arra, hogy az applikációban hol lehet a digitális felületen beállítható dolgokat beállítani, mint például azt, hogy Spatial Audio on, off, vagy Noise Cancellation, stb. Illetve itt van rajta ugye az, amit eddig is tudott az AirPods Pro, hogy megállít, következő, előző, stb. Viszont a surmálást is rárakták, ami már árulkodó arról, hogy igen, ezen már a hangerőt is lehet szabályozni. Két év, Jani. Két évbe telt a hangerő szabályozva egy fülesen. Itt a cucc, ezt rögtön megvizsgáljuk, egyelőre elteszem külön, és kivehető ugye ez az egész kis tok rész, ami benne van, és alatta lapul a töltőkábel, ami ugye ebben az esetben is egy USB-C Lightning kábel. Ez a kis cucc, ez különbözik az előzőhöz képest, már is mutatom hogyan. Az előző AirPods esetében látjátok, hogy a kis tappancsok, hát hogy hívják ezt a gumiharang, ami a füledbe illeszkedik, a cókmók, a füledbe dughatós, cserélhetős méretű izé, az egy kisebb méretű kis tokban van, mint az újnál ez. Amiatt van, mert az előzőnél, öcsém, hogy ezt hogy összeizélted, az előzőnél volt S és M ott van középen, és az L-es verzió az úgy jött, hogy az már rajta volt magán az AirPodson. Vagy én cseréltem le, és az M-es volt rajta. Az újon látjátok, hogy XS, S, L és az M van rajta a fülesen. Ez annyit tesz, annyi a titok nyitja, srácok, hogy ebben még nem volt XS-es, most már tettek bele egy XS-es kis csörikét. Gondolva ezzel arra, hogy valakinek még kisebb a füle, és jobban beleilleszkedik. Egyszerűen csak gondolom felhasználói visszajelzések alapján úgy döntöttek, hogy ennek is benne kell lennie. Gondoltam érdekesség, gondoltam különbség. Oké, térjünk a lényegre. Rajta van a műanyagon a címe. Anyázni, itt tessék! Na, szóval az AirPods Tok így első blikre egyébként dimenzióiban nem igazán különbözik az előzőtől, de majd mindjárt megnézzük. Elől ugyanúgy van egy pötty, ami ugye a töltésindikációt jelzi, illetve a párosításmódot, stb. Alul ugyanúgy ott van a Lightning csatlakozónk, a párosítás gombunk, a hinge, a forma, az anyag, minden nagyjából maradt. Mik a különbségek? Nézzük először a méretet. Hát, én nem tudom. Egy nagyon picit lehet, hogy puffancsabb. Kicsit dagibbnak, talán szélesebb, egy hangyányit, viszont amíg szemmel látható különbségek, alul látjátok, hogy a töltőcsatlakozó mellett itt vannak még kis lyukacskák, ez egyébként több mindenre is jó, de egyébként hangot tud kiadni maga a tok, hogyha szeretnénk a Find My applikációval megtalálni az elveszett tokunkot. Ami még különbségi kinézetben, az, hogy itt oldalt láttok egy kis fém szemet. Ez gyakorlatilag a műanyag házban van marva, és itt van egy ilyen kis fém szem, amire ezt a
himbilimbiző tudjátok ráfűzni, ha azt gondoljátok, hogy azt fogja megvédeni attól, hogy ellopják. De egyébként, hogyha oda kötitek valamihez, vagy táskába úgy rögzítitek, akkor elhagyni sokkal nehezebb. Szóval igazából ez egy plusz. Én nem bánom, hogy rajta van. Összesen ennyi különbség van külsőre, belsőre nem tudom, hogy van-e, de megnézzük. Mondta, hogy tűzi. Tehát tűzizik, mikor párosítási üzemmódban van, nem csak ez a fehér izé villog rajta, mint az elmebeteg. A fülesek pedig itt vannak benne, na nézzük, változott-e valami. Alul nem, itt nem. Aha, mutatom is nektek. Ennek a külső mikrofon résznek a fekete része ugyanakkora, maga a stem és az íve egy picivel másabb, de itt talán látjátok, hogy a jobb oldali, tehát ez itt, egy kicsit nagyobb. Látjátok, egy picit hosszabb, és egy kicsit vastagabb. Ami még érdekesség, hogy ugye látjátok, hogy az egésznek a kiképzése az úgy néz ki, hogy a réginél volt itt alul ez a kis mikrofon részünk, itt ez már nincsen, vagyis érzékelő részünk. Itt pedig a régin sokkal nagyobb ez a belső mikrofon rész, itt egészen pici, fölül viszont itt nincs, itt pedig van. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a szenzort, ami lent volt, azt rakták középre, és a hangszórót, ami itt volt, vagyis mikrofon, bocsánat, azt rakták fölülre. Szóval változott, megkülönböztethető, és egy kicsit méreteiben is változott. Aminek azért én örülök, hogyha egy kicsit kisebb lesz az, ami a fülembe van, az királyság. Ígérnek sok mindent ezzel a modellel kapcsolatban, például azt, hogy ugye a hangzása sokkal-sokkal jobb és sokkal-sokkal személyre szabottabb, ígérik azt, hogy a noise cancellation még durvább ugye az új H2-es chip miatt, de ezek majd mind kiderülnek a tesztből. Nagyjából így megjelenésre ezt tudom elmondani nektek róla. Egy kis ráncfelvarrást kapott a TOK és maga az eszköz is. Az, hogy mennyivel lett jobb, az pedig a nagy csatornán majd leteszteljük. Mondjátok el, hogy tetszett? Rámentek-e az újra? Nyilvánvalóan azt most nem tudom megmondani nektek, hogy érdemes-e cserélni. Az mindenképpen a tesztből fog kiderülni, de hogyha lesz egy ilyen lehet egy ilyen vaktétem, akkor azt mondanám, hogy ha tegnap előtt vettetek egy AirPods Pro-t, szerintem nem kell kidobni az AirPods 2-ért. De lássuk meg, hogy igazam volt-e. Ha tetszett az unboxing, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb.